Valószínűleg ivott a tömegbaleset okozója. A szlovák kamionsofőr ittasságát a szakértői vizsgálat igazolhatja. Új diagnosztikai eszköz Magyarországon, a Frax a csontritkulás ellátásában segíthet. Csütörtökön indul az U17-es női kézi EB. A Revita Televízió legfrissebb hírei következnek. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Revita híradó nézőit! Valószínűleg ivott annak a szlovák kamionnak a sofőrje, aki gépkocsijával vasárnap éjszaka egy autóbusztal ütközött össze az M15-ös számú autóúton. A tömegbalesetben ketten meghaltak, 51-en pedig megsérültek. A könnyebb sérültek többségét már hazaengedték a kórházból, az életveszélyes állapotban Győrbe szállított utas pedig szintén jobban van. A baleset okozójának ittasságát a hivatalos szakértői vizsgálatok végeredménye igazolhatja majd biztosan. A tömegkatasztrófa helyszíne az M15-ös főúton, még órákkal a baleset után is a romokat takarították a tűzoltók, abból pedig volt bőven. A vétkes szlovák kamion teljesen kiégett, a busz pedig összeroncsolódott. Ketten meghaltak, 51-en megsérültek az ütközés következtében. Az első információk arról szóltak, hogy a kamion sofőrje elaludhatott a volánnál, ez okozta a balesetet. Most már azt is lehet sejteni, hogy miért. Meg nem erősített információk szerint ugyanis a vétkes és egyébként a balesetben életét vesztő sofőr vérében 4,34 ezrelék véralkohol szintet mértek, vagyis ittas volt. A szlovák kamion egyébként a hétvégi kamionstopp feloldása után vasárnap este 10 órakor indulhatott útnak Szlovákiából, a baleset helyszínétől körülbelül 100 kilométerre lévő parkolóból. Az ittasságot a rendőrség vizsgálja, és azt majd csak a végleges szakértői vélemények támaszthatják alá biztosan. Kett hajnalban egy másik tömegbaleset is történt, ezúttal Zala megyében az M70-esen. Ott 6 ember vesztette életét, és több mint 20-an sérültek meg. Ott is elalvás volt az ok, de a busz sofőrje fáradtság miatt bóbiskolt el vezetés közben. Őt állítólag Spanyolországból hazatérve azonnal pihenés nélkül fordította vissza főnöke Romániában. Az újabb több ezer kilométeres utat azonban már nem bírta, csak a magyar-szlovén határ közelébe jutott el, ott ütközött össze egy kamionnal. 18 darab hulladékgyűjtő edényt rongált meg az a 20 év körüli győri fiatalember, aki ellen korábban már folyt büntető eljárás. A visszaeső férfi a szemetesek sorozatos felgyújtásával másfél milliós kárt okozott a Győr-Szolnak, egy győri lakosnak pedig 30 ezer forintos kára keletkezett. A büntény felderítésében teljesítő 6 rendőrt a Városi Rendőrkapitányság és az önkormányzat külön pénzjutalomban részesítette. Így égett az a 18 darab hulladékgyűjtő edény, amiket Szabadhegyen, Adivárosban és Réfaluban gyújtott fel egy 20 éves fiatalember az elmúlt hetekben. Az elkövető, akiről később kiderült, hogy hajléktalan, közel másfél millió forint értékű kárt okozott a szolgáltató cégnek, de egy győri lakosnak is 30 ezer forintos kárt okozott a gyújtogató. A rongálással vádolt fiatalember ellen már korábban is indult büntető eljárás, akkor idős nőket támadott meg. A hét első napjaiban és éjszakai órákban ezt figyeltük meg, történtek ezek a gyújtogatások, majd ezt követően szerveztünk külön akciókat azért, hogy a szemét vagy személyeket felkutassuk. Épp egy ilyen gyújtogatás alkalmával a járőrnek sikerült egy olyan szemét igazoltatásval alá vonni, aki gyanúsan viselkedett, bár ekkor még nem sikerült rábizonyítani semmit, majd ezt követően a nyomozók vették kézbe az ügyet, és egy hosszadalmas nyomozás után megfelelő kihallgatási taktikát alkalmazva sikerült rábizonyítani a szemére, hogy ő követte el a gyújtogatást, amit egyébként többe is ismert, majd bemutatta azokat a helyszíneket, ahol ezek történtek. A gyújtogatót végül tetten érték. Az ebben közreműködő 6 rendőrt pedig az önkormányzat és a városi kapitányság kiemelkedő munkájukért pénzjutalomban részesítette. A közbiztonságra egyébként a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ennek jele az is, hogy 16 millió forintból hamarosan kibővítik a közterületi kamerarendszert. A munkálatok már meg is kezdődtek. Mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak indít képzést a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A programban a tervek szerint ezren vehetnek majd részt, a jelentkezők pedig gyakorlatias megközelítésű, piacképes munkavállalói kompetenciákat sajátíthatnak el.
Az Európai Unió által több mint 225 millió forinttal támogatott projekt az elképzelések szerint 2012. október végén zárul. Különféle projektekben veszünk részt, illetve különféle támogatási formákat nyújtunk a kis- és középvállalkozások számára. Az alapítvány egyik munkatársa a program lehetőségeiről beszél. A projekt, melyet az Európai Unió több mint 225 millió forinttal támogat, elvileg novembertől él, most a résztvevőket toborozzák. Mikro- és kisvállalkozások munkatársainak jelentkezését várják, lehetőleg minél nagyobb számban, mert hogy a kitűzött cél az 1000 résztvevő. Úgy érezzük, hogy igény mindenképpen van, inkább arról lenne szó, hogy a vállalkozások nehezen mozdulnak az új és a fejlődés irányában. Az adatbázisunkból már nagyon sok visszajelzést kaptunk, tehát akikkel mi partneri kapcsolatban vagyunk, tőlük azt ma lehet mondani, hogy 50%-ban jöttek jelentkezések, de várunk mi mindenképpen további vállalkozások jelentkezését is. A jelentkezők gyakorlatias megközelítésű oktatásban részesülnek és piacképes kompetenciákat sajátíthatnak majd el. A képzési programban értékesítési és gyakorlati uniós ismeretek, cégvezetés, gazdasági és vállalkozási ismeretek, valamint angol nyelv szerepelnek, a helyszínek pedig Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megye nagyobb városai lesznek. A projekt tervezett záró dátuma 2012. október 31-e, a végzettek pedig tanúsítványt kapnak tanulmányaik eredményeiről. Nagyot lépett előre az orvostudomány a csontritkulás ellátásában. Az új módszereket néhány hazai szakember Közép-Európa valamennyi országát megelőzve már elérhetővé tette a magyar orvosok és betegek számára is. Az új diagnosztikus eszközt, a Fraxot, a WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet védnöksége alatt fejlesztették ki, és bevezetését világszerte javasolják. Térdünket oldalra kifordítjuk, és vissza előre. Gyógytorna a vízben, érdemes követni a szakember utasításait, csak így gyógyulhatnak a mozgásszervi problémákkal küzdő betegek. A csontritkulás is ide tartozik, ami ráadásul Magyarországon szinte népbetegségnek számít. Idehaza 300 ezer ember él közvetlen csonttörési kockázatban, annyi, mint ahányan cukorbetegek. Nekik, illetve orvosaiknak jelenthet nagy segítséget az új diagnosztikai eszköz, a Frax. Néhány hazai szakember már nálunk is elérhetővé tette az új módszereket. Azok a gyógyszerek, amelyeket a csontritkulásánál alkalmazunk, ezek azt ígérik, hogy a törési kockázatot 50, az újabb szerek akár 70%-ra is csökkentik. Ez a módszer, ez a bizonyos Frax módszer, ez arra alkalmas, hogy az egyénnek meghatározza a saját törési kockázatát. Ez egy olyan integrált rendszer, ami meghatározza a csontritkulásnál, de beleszámítja ebben a rendszerbe a csontsűrűséget, de ezen kívül még 11 mást, a kort, a nemet, a alkoholfogyasztást, a dohányzást, a korelőzőben szereplő csonttöréseket, és ebből számítja ki azt az értéket, ami az adott egyénre jellemző. A Fraxot az Egészségügyi Világszervezet védnöksége alatt fejlesztették ki, és bevezetését világszerte javasolják. Már csak pénzkérdés, hogy nálunk hány helyen kerülhet be a köztudatba és a mindennapi gyógyítás folyamatába. Előnyeinek kihasználására a Magyar Uniós Elnökség kiváló alkalom, ráadásul hamarosan Magyarországra látogat John Kennis, az Oszteoporózis Világszervezet elnöke, hogy a hazai egészségügy vezetőit is tájékoztassa a Frax értékeiről és az ezzel kapcsolatos uniós változásokról. Három részből álló turisztikai projekt részeként újult meg a Pannonhalmi főapátságban található gyógynövényház. A 200 millió forintos fejlesztés eredményeként látványlepádlót és impozáns gyógynövénykertet is kialakítottak az arborétumban. Az épület átadásán és a levendulahetek ünnepélyes nyitányán Borkai Zsolt, Győr polgármestere és Várszegi Asztrik főapát kezdte meg a levendula virágok betakarítását. Megszépült környezetben és új épülettel várja látogatóit a Pannonhalmi főapátság arborétuma. A látványlepárlóvá alakított egykori levendula műhely és a gyógynövényház ünnepélyes átadását szerdán tartották. A régi gazdasági épület fogadó termében az apátság gyógynövény kultúrájáról és a termesztett növényből készített termékekből kapnak ízelítőt az érdeklődők. A lepárlóban pedig a levendula olaj készítésének technikáját leshetik el az apátságba érkezők. A 200 millió forintból megvalósult fejlesztés keretében a gyógynövénykert is új köntösbe öltözött. Itt 16 parcellán 16 növény termesztését végzik majd a jövőben. A levendulás betakarítását Borkai Zsolt polgármester és Várszegi Asztrik főapát kezdte meg. Szükség van olyan intézményekre, lehetőségekre, ahol az ide látogató zarándok vagy modern zarándok turista
időzhet, tanulhat, gyógyulhat, javára szolgál. Hát ez a kert, ez pontosan ez utóbbiakat próbálja lehetővé tenni. Az ősi receptek alapján készült levendula teákat is kínáló gyógynövényház lesz egyébként a Levendula Hetek egyik fő helyszíne. A most induló 3 hetes rendezvénysorozat a speciális programokon túl angol és francia levendulákból készült étel és ital különlegességekkel csábítja vendégeit. A tánc, a zene és a színművészet találkozása volt az idei Kultúrporta, melyet immár 4. alkalommal rendeztek meg a Győri Nemzeti Színházban. A több mint 2 órás rendezvény célja a fiatal tehetségek felkarolása, az amatőr játék és a profizmus összehangolásával. Showtánc egy kis kortárs fűszerezéssel, 20. századi vásári komédia, ritmusba rejtett költemények és egy csipetnyi rockzene. Hogy kinek mit jelent a Kultúrporta, azt nehéz meghatározni. A nézőknek mindenképp egy izgalmas gálaestet, fiatal tehetségek és profi művészek tolmácsolásában. A Győri Nemzeti Színház kisfaludi termében megrendezett közel 100 perces kalandozás a feltörekvő generációra irányította a figyelmet, azokra, ma még amatőr művészekre, akik a jövőben a kultúra nagykövetei lehetnek. Olyan összművészeti alapon válogatott ifjú tehetségek produkcióit hozzuk össze egy est keretébe, ami remélhetőleg a nézők széles tömegeinek adhat egy bizonyos fajta élményt. Tudom, nagyon nehéz a mai világban, hogy a magas kultúra elveszítette zászlós hajói, de én bízom abban, hogy igenis, hogy a közönség vissza fog csábulni azokra a helyekre, azokra a produkciókra, amelyek az üzenetükkel igenis az életet építik, és a tehetségükkel ezek a fiatalok meg tudják mutatni, hogy igenis a jövő az bennük van a fiatalokban. Az est folyamán Stana Alexandra és Köcsett György látványban és ritmusban gazdag tánc bemutatóját, Xell Attila stúdiósainak Plastikonok című vásári komédiáját láthatta a közönség, de William Blake megzenésített költeményeivel színpadra állt, Ungvári István a Győri Teátrum színésze, és Szabó Béla gitárművész is. A régi költők minden érzéki tárgyat istenekkel vagy szellemekkel lelkesítettek meg. Az összművészeti parádét a Szívritmus zenekar rockkoncertje zárta. Csütörtökön indul az U17-esek női kézilabda bajnoksága Csehországban. A magyar válogatott keretében 7 győri játékos szerepel, az együttest pedig Róth Kálmán irányítja. A mieinknek a szlovák, a horvát és a francia válogatottal szemben kell kivívniuk a csoportból való továbbjutást. A Róth Kálmán vezetőedző által irányított ifi válogatottunk szerdán kelt útra Csehországba az U17-es korosztályos Európa-bajnokságra. A 16 csapatos tornán a mieink Szlovákia, Horvátország és Franciaország legjobbjaival mérkőznek a csoport küzdelmek során. A 18-as keretnek 7 győri tagja van, Szemerei Zsófi, Kuruc Ivett, Tóth Gabriella, Vékási Fruzsina, Virág Noémi, Sirián Szederke és Bárány Krisztina. A keret ugyan 18-ról 16 főre szűkült, ám a győrieket ez nem érintette, így nyugodtan kijelenthetjük, az Audi Eto kézisei adják a válogatott gerincét. Nemzeti együttesünkkel szemben az elvárás az, hogy jusson a legjobb 8-ba, és vezetőedzőjük szerint erre meg is van a reális esély. Hogy milyen esélyekkel indulunk, az nagyon nehéz megfogalmazni, hiszen igazából ennek a korosztálynak ez az első világversenye. Alapvetően azt fogja eldönteni ezeket a mérkőzéseket, hogy melyik játékstílus érvényesül. Az erőkézilabda vagy a gyorsasági kézilabda, bízom abba, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghatározott célkitűzést, az 1-8 hely megszerzését tudjuk teljesíteni. A továbbjutáshoz a csoport első 2 helyének valamelyikén kell végezniük a lányoknak. A magyar válogatott Európa-bajnoki küzdelmei csütörtökön este 4-8-kor kezdődnek Brünóban, Szlovákia válogatottja ellen. Biztossá vált, hogy lesz magyar csapat az amerikai foci Interliga fináléjában. A kérdés már csak az, hogy a Budapest Cowboys vagy a Győri Sharks képviselheti hazánkat július 9-én a fővárosban. A két együttes ugyanis a hétvégén Győrben egymás ellen játszik a bajnokság elődöntőjében.
A Győr Sharks amerikai foci csapata mind a 4 mérkőzését megnyerte az Interligában a közép-európai csapatok számára kiírt bajnokságban. A szerb Klek Knights együttesét és az osztrák Szentpölten Invaders-t is magabiztosan verték. Előbbit 48-6-ra, utóbbit 41-2-re gázolták le a cápák. A harmadik mérkőzésükön a Budapest Cowboys viszont kisé megizzasztotta a győrieket, és egy meglehetősen pontszegény találkozón idegenben 9-6-ra győztek. Az utolsó csoportmeccsen Szerbiában a Pančevo Panthers-t verték 34-25-re, így hibátlan teljesítménye jutottak az elődöntőbe, ahol újra a Cowboyokkal meccselnek a döntőbe jutásért. Biztos, hogy lesz magyar tagja tehát a finálénak, csak az nem mindegy, hogy melyik csapat lesz az. A győriek természetesen arra törekszenek, hogy uszonyos finálét rendezzenek idén. Papírforma alapján igen, nekünk kéne ott lenni, viszont nem olyan egyszerű, tehát hiába fejezte be a Cowboys negatív mérleggel a szezont alapszakaszba, hiába vagyunk veretlenek, tehát az előző mérkőzésünk is mutatja a 9-6, hogy ez nem egy lefutott párosítás. 2 éve a bajnokságban egyszer kikaptunk tőlük, elődöntőben egy utolsó pillanatban lőtt mezőnygóllal mentünk tovább, de úgy, hogy az egész szezonban nem bírtunk mezőnygólokat rúgni normálisan. Nézzük, ez most egy reverse! A corner visszaér! A két magyar együttes összecsapását június 25-én, azaz szombaton délután 16 órakor rendezik a marcalvárosi TAC pályán. Amelyik csapat győz, az játsza az Interliga július 9-i döntőjét Budapesten, megint csak a Szerb Panthers ellen. Valószínűleg ivott a tömegbaleset okozója. A szlovák kamionsofőr ittasságát a szakértői vizsgálat igazolhatja. Új diagnosztikai eszköz Magyarországon, a Frax a csontritkulás ellátásában segíthet. Csütörtökön indul az U17-es női kézi EB. Kedves nézőink, a híradó után előbb egy Csésze Kávé című kávéházi beszélgetésünk következik, majd a Szolgáltatók magazinja, aztán pedig Megtakarítunk című műsorunk ismétlését láthatják. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel csütörtökön este 7 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el honlapunkra, ahol számos érdekes műsort és képes információt megtalálhatnak. Ha a Nyugat-Dunántúl regionális híreire kíváncsiak, azokat minden nap keressék a www.regio1.hu internetes hírportálon. Viszontlátásra! Csütörtökön még marad a napos, többnyire száraz idő. A hazánk közelében elhaladó hidegfront miatt északon, északnyugaton záporok, zivatarok tehetik majd változékonnyá az időjárást. A déli szél csak időnként élénkülhet meg, az UVB sugárzást valamelyes gyengébb lesz, de a szakemberek továbbra sem ajánlják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között bárki a napon tartózkodjon 15-20 percnél hosszabban. Csütörtök reggel 17-19 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 28-30 fok körül alakul.